Sziasztok, én Iva vagyok. Megnézem, hogy megy a live. Igen. Szerintem megy. Igen, megy. Na. Igen, jól látjátok, ez az Esti negyed óra című sorozatom első része. Ez pont olyan lesz, mint a reggeli negyed óra, csak ezek a részek este lesznek. És ebbe is honfoglalozni fogunk. De ez egy ilyen nagyon vegyes sorozat lesz, tehát az elején még csak honfoglalozunk, de utána már mindennel játszunk majd. Igen, be is gyűjtöttük a pénzt, és ne szakad hozzá internet, kérlek. Világháborúzunk. Jó. Bázis terület sorsolás. Hát egy kicsit visszaveszünk a hangból. Terjeszti ki a birodalmat. Ja, így. Válasz egyesen. Hány atomot tartalmaz egy etil alkohol molekul? Kettő. Vagy nem. Kilenc, hát. Ne! Nem vagyok az utolsó. Az a kék, az meg tudna égázni. Habár szerintem előbb fogja magát bekeríteni, és utána fog támadni. Hát nincs csak választási lehetőség, és felém terjeszkedik, ez jó. Jajjaj. Hányadik Kleopátra volt a második talán? Egyiptom királynő Cézár és 124. Kleopátra. Nagyon ügyes vagy. És tud felém terjeszkedni, ha nagyon akar. És úgy látom, hogy akar. Hát nincs csak választási lehetőségem. Mondjuk így. Mikébe született Piotr Csajkov orosz zeneszerző 1823. 1885. Hát ez jó. Csak egy olyan pár, ez, nem tévedtél sokat, öcsém, csak egy ilyen 1600 évet lazán. Egészségünkre. Melyik évben kapott Oscar-díjat, ha Hans Zimmer német filmszerző az Oroszlán Király című film 1999 talán? 99, ez a 90-es évek, 95. 1800 és 2001. Hát a 2001 voltam ugye a legközelebb, tehát a másik az hülyeség volt, de az ennek a mi Alfabrónak nem volt hülyeség az ötlete. Hát mindegy, és akkor így bekerítjük szépen. Ó, el is felejtettem mondani, hogy Kádár és Alfabroár ellen játszunk. Hány hónapnak kezdődik magánhangzóval neve? Hát egy kicsit csaltam. Magánhangzóval. Április. Hát az április az biztos. Akkor utolsóbbal esek. Hány napos hónap az október? Október. 31 vagy 30. Na ne. Látjátok, csak egy icipicit. Csak egy icipicit. Legy gyorsabb. Igen, kezdődjön is. Úgy bizony. Hát kezdjük is.
Először is körbeveszek a váramat. És megyünk, megtámadjuk szépen. Válaszolj! Melyik szél fúj Dél-Oroszországban? Suhovej. Válaszolj gyorsan! Melyik évben született Albert? 1965. 8. 1856. Na jó. Így most már nem tudnak megtámadni minket. Az jó. És akkor a kéket. Egy közös erővel. Alfa Bróval. Melyik nemzet híresét el a krány? Na. Tehát, ez francia volt. 2800. És akkor a kékek befolyását nagyon lecsökkentettük. Támadjál csak! Más nem tudsz. Ó, igen, vedd vissza a területedet. Úgy bizony. Jó, nem. Jaj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 . Melyik a férfi? Melyik az a férfi név, amelyben virágnév? Ibolya. Hát ez jó van, te ilyen, biztos ilyen virágszakértő vagy ember. A birodalmat meggyaláztak. Ezt majd visszaadjuk. Nem áll, hogy csak... Jó, a kéket is tudja támadni. Vaj, de ügyesek vagytok ti, gyerekek. Melyik együttes stadionja ad... Csalni. De ez azért van, mert nagyon sok segítségem is van. Ha van segítség, akkor miért ne használjuk vennet? Melyik folyékony halmazállapotú szobahőmérséklet van az ezüst? Higany? Ja, higany. Skádár is tudja. Válaszol gyorsan! Hány számjegy van Magyarország az új típusú mondjuk? Köszönöm, egy 3. Gyorsabb volt, de én pontosabb. És mi jövünk. Akkor egy vártalmazást legyen szíves. Válaszol. Mi a mormotta? Hegyi rágcsáló! Hát én tudtam, hogy hegyi rágcsáló, de lassú voltam. Látjátok, a sebesség is számít. Na, terjeszkedjél arra a zöld felé, hülye gyerek. Na, az alábbiak közül melyik szobrász olasz nemzetiségű? Harry Moore. Már alapból ilyen olaszosan hangzik. Melyik évben nyilvánított a városát gyöngyöstő kerül 2006. Hát jó! Biztos segítséget használva gyöngyöstő. Melyik filmben nyújtott alakításáért kapott Oscar-ja Tom Hanks? Forrest Gump. Ezeket annyira nem tudom, tehát filmes témában nagyon verhető vagyok. Hányadik szín játszódik a témban az ember tragédiája, miben második? Látjátok, női megérzés. Sejtettem, hogy az ötös, de nem merem beírni, mert lehet, hogy hülyeség. Az ebből közül ki viselhet bíbor színű ruhát az ókori Bizáncban? Prostituáltak rabszolgák császár. A császár! Der Kaiser! Melyik évben hozták létre a természetvédelmi kitüntetés az európai diplomát? 996. Hát ő 100 évvel többet mondott, mint én. Na! Harc téma. Jó lesz nekem az. Válaszolj!
felsoroltak közül, melyik nem egy emberfajta. Ausztralid. Malahit. Tényleg malahit. Emberek, ez a live, ez csak egészig fog tartani, szóval addig nézzetek. De most nem tök mindegy, úgyis, sejtettem, hogy engem, te áruló. Milyen állat szerepel a emblemáján? Peugeot emblemáján, oroszlán. Te Peugeot emblemáján. Nem tudom ki mondani. Melyik évben alapították a Manchester United futball csapatot? 1899? Hát jó, te ilyen biztos Manchester United van, vagy hát ezt tudnod kell. És meg leszek semmisítve. Ki van a 10.000 forintos, a Szent István Széchenyi? Szent István király, ezt mindenki tudja. Hány részből áll a szarvasmarha összetett gyomra? 5? Na. Jaj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 
Most vagy csinálunk egy vártámadást, vagy saját magunk. Hát jó. Akkor te áruló. Válaszolj! Milyen stílusban épült a párizsi Notre Dame székesegyház? Gotikus reneszánsz klasszicizmus. Gotikus! Yes! Yes! Válaszolj gyorsan! Miképpen süllyedt el? Na, tudsz kezdeni, tehát ez az 1936. De! Ez nagyon durva. Hát Kádár jön. Fogadjunk. Aj, de jó. Válaszolj. Milyen sportágban nyert olimpiai aranyérmet? Piller György. Vívás. Hát, művészeti. Vívás. Jó. Jó, legalább nem győztek le. Egyelőre. Úgyis minket fog az áruló. Jaj, Alfa Bro, ne próbálkozz. Ki volt a magyar hangja Édermesternek a Pumukli című? Mesében a Szabó Gyula. Jó, legalább győztesek vagyunk. Egy megcsonkított birodalmat kaptam. Terészkedtünk ugyan valamennyit, de nem sokat. Ki ez? Henriette. Na, ránézek közben a csetere, hogy mi a helyzet, úgy bizony. Na jó, hát a csetben semmi nincs. Hát akkor visszamegyünk egyet honfoglalózni még. Mennyi egész? Hát akkor még egy olyan negyed óra van, aztán kész. Nyomunk egy napi kérdéseket, és kérjük, hogy segítsd a munkánkat azzal, hogy értekeled a többi játékos által beküldött kérdéseket, játszom. Ki festette a Mona Lisát? Leonardo da Vinci. Hát nekem ez a kérdésem, hiszen nem tetszett. Hány tagja van az ausztráliai 5 second of summer. 5? 4? Hát azért nem volt olyan rossz. Hát ez se tetszett nekem. Mi nem volt Leonardo da Vinci? Mona Lisa volt az utolsó vacsora. Szent család, hölgy, Hermeli. Szent család. Úristen. Nem. Akkor írod a Rákóczi mindjárt 1712 talán. 108 év. Hát ez tetszett nekem. Helyes írásében nem volt. Milyen szakmát tanult Simádi József operaénekes? Szerintem ő szakács volt. Autószerelő. Hát ez jó. Jó van. Köszönjük, hogy önkét a tebezer. Hát
úgy fejlődünk, na. Igen, ezt is megnézzük. Kiváló munka, vedd át jutalmat. Köszönöm, viszlát. Hoho, egy új küldetés vár rád. Használj el egy erődépítő segítséget. 5 segítséget adok érte. Jajjaj, erődépítéses. Tudtam, nincs. Jól van, begyűjtött tőle is. És legközelebb egy nap múlva kapunk ilyet. Mondjuk az első 2-3 reggeli, meg este 4 óra, ezek mind ilyen hosszabbak lesznek ezek az első részek, de valójában tényleg csak 4 órások vagy 20 percesek lennének, vagy lesznek. Egy játékunk van. Hát talunk egy Johnny Art, azt tudja. Csináltunk még. Ne felejtsd el használni a szörnyű segítséget. Ellenfeleink Aletta és... Nem látom ettől. Nem tudom, hogy mi lesz. Hány napos hónap a december 31? Csajok ellen játszunk, emberek, csajok. 32 napos hónap nincs is. Vegyük körbe magunkat. Aletta fog jönni még. Na igen, mi van internet? Jó, igen, így körbeveszünk magunkat. És így. Miképp jelent meg a... Matiz. Ezt nem tudom. Mi ez Dao Matiz? Nem, tényleg. Emberek, én ehhez nem értek. Jaj, Aletta, jaj. Júj neked. Ne, nem lesz júj neked, inkább megkérdezik. Nagyon kedves fiatalok. Hentesvér volt Harry Potternek, hentesvérre 1, vagy 0. Ilyen 0 tényleg. De így is én nyertem. Jaj, ez nem magyar népmese, emberek. Így az ukrán határhoz a területeinket, meg így még terjeszkedünk ott a szerb határon is. Ja, az már horvát tényleg, bocsánat. Pont a horvát határon van. Szerb horvátra. Hányszoros a körátmérője sugarának? Körátmérője sugara... 2-szer? Talán. Ja, 2. És elvesztettem. Látjátok? 100 másodperccel írta be hamarabb. Aletta és nektek K.O. Ellen játszunk. Szintén én vagyok a legnagyobb szintű itt. Válaszolj gyorsan. Hány centiméter egy körátmérő, ha a sugara... Egyszerűen... 10, nem már... 1000. Jaj, ennek a ózsdi hűhösségnek is mind bedőlünk. Ezekből a matek feladatokból mindig rossz voltam. És ez a nektek K.O. bekerítette a Balatont. Na. Miképp beért véget a Rákóczi szabadság az 1715 talán. Hát akkor volt, nem? Na. Mi van nektek K.O.? Inkább neked lesz K.O. Csata. Hát ja. Gyalettenek meg nekem. Itt van egy-két kósza területünk. Aletta most vagy a várat fogod támadni, vagy engem. Jó, úgy tűnik, hogy Aletta. Egy előre velünk van. Melyik állat nem
fekete-fehér színű. Ez a Beluga delfin, arra akartam volna mondani. Na, itt hamarosan mi jövünk. Zaletta, ez négyszer jön amúgy. Milyen állat szerepel biztosan egy e-mail címében? Kukac. Azt tudtam volna. Hány főváros fekszik a Duna partján? 4. Hát ott van Belgrád. Meg sok minden. Jó, úgy tűnik, hogy nektek K.O. is terjeszkedik. Hát nektek K.O. területeiből lecsapunk innen egy picit. Minden csak a dilemmunk legyen. Hogyan folytatik a népdal? Általmen megkívánok visszám. Ladikon. Nem tudtam. Válaszolj gyorsan. Hány madár lakik a marosszéki kereken? 12. És ezt eltálta. Hát mindegy, 12 madár lakik abban a bizonyos erdőben. Na, mi van? Nektek K.O. Terjeszkedj. Ó, de ügyes vagy. Melyik ókori birodalom területén fekszik Irán, mely túl is tekinthető Perzsa birodalom romai? Asszír. Romai az nem, Perzsa birodalom tényleg. Az durva. Emberek, még ezt a kört lejátszuk, aztán vége a live-nak. Nektek K.O.-ra egy nagyon durva csapást mérünk. Az állapok közül melyik nem csokoládé márka, Milka, Lindt, Haribo tényleg, szkumi cukor, haj. Hát jó, legalább területileg nem vesztettünk semmit, és a játék fele van. Szóval jó. Még állatnak van tüskéje, gömbhal, rák, gömbhal. Az. Hány színből áll Csehország zászlaja? 3. Látjátok, Aletta egy picit gyorsabb, csak egy icipicit. Hát, mi jövünk. Ugyibár. És akkor itt terjeszkedünk, és a Balatont lehet, hogy bekebelezzük. Mi az előtt a gázoknak az összet a szavaknak? Pénztár. Az pénz. Hányadik hónapban közülük az iskola tanulni Magyarországon? 9. Szóval szerinted februárban járunk. Kezdődik az iskola. Ügyes vagy. És a birodalmunk nőtt. Egy icipicit. Mi van nektek kell? Hogy hívják? David Beckman feleségét. Victoria. Hát ez durva. Milyen színekből keverik tanács piros és sárga. Sárga és zöld. Hát Aletta az nem ért a színekhez, az biztos. Vagy engem, vagy őt fogod támadni, most döntsél már gyorsan. Jó, őt fogod támadni. Melyik játék szernek a legnagyobb az átmérője az elebék közül? Kőlebb a felnőtt. Kosárlabda felnőtt. Hány lúdnyak jobb tésztyúkna a nyelvtörő szerint? 1. Hát ez tényleg nyelvtörő volt, mert ki se tudom mondani. Hát az a terület ott vándorol Aletta és nektek K.O. között. Hát kérlek szépen én. Nektek K.O.-t így is foglalnám. Hogy folytatódik a mondás? Vénkecske is.
Menj a javasolt. Válaszol gyorsan. Hány hónap... Hány hónap? 125 év. Jajjaj. Hát... Ezt úgy jól rontottuk. Jajjaj, nektek káó. Ne. Ronts el semmit. Jajjaj. Mit jelent az angol sometimes, so valamikor? Sometimes gyakran. Aletta tudja el angolul. Sometimes néha. Ja, néha. Jó, és akkor Aletta. Ne kebelezz be minket, jó. Jó. Ez óriás pöffeteg gomba. Hány perc? 2 óra és 10 perc. 130. Na, Aletta. Jók vagyunk együtt. Melyik szerepe... Melyik szereplő nem szerepel az kutya az elebék közül? Kaz. Az ki jó volt. Mikében mutatták be a WUP című filmet 1985. Körülbelül 80-as években. Hát, nektek K.O.-nak tényleg K.O. lett. És így végül Alettával maradtunk ketten. Jaj, hát vége a játéknak úgy bizony. Aggódalom, hogy semmi ok, ez a külön szobajáték nem számít bele a ranglistába és a személyes statisztikákba. Ez izgalmas csata volt, de nincs idő. Lazsálni, hívd ki barátaidat egy új küzdelemre. Hát, ki is hívom majd őket a következő live adásban. Nézzük a komment szekciót. Komment szekcióban semmi. Hát akkor én így búcsúznék tőletek. Köszönöm, aki végignézte, vagy végig fogja nézni ezt a live-ot. Köszönöm a figyelmet, én Iva lettem volna.